Óvatos optimizmussal, de azért mégiscsak reménykedve vágtunk neki 2021-nek, abban bízva, hogy mire megint feldíszítjük a karácsonyfát, a pandémia és annak minden következménye emlék lesz csupán. Igaz, hogy egyeseknek fájdalmasabb, mint másoknak, de akkor is a múlt részévé válik és nem uralja többi a mindennapjainkat. Ám ahogy a COVID-19-től sem sikerült megszabadulni, úgy velünk maradt a chiphiány is, és nem mentek sehová a szűkös készleteket botokkal dézsmáló, az árakat szándékosan felverő nyerészkedők sem. Még mindig nehéz hozzájutni az új generációs PlayStation 5 és Xbox Series konzolokhoz, továbbá a Nintendo sem tud annyi Switch-et legyártani, amennyit tervezett, annyit meg pláne nem, amennyi alkalmas lenne a kereslet kielégítésére. De PC-s fronton sem javult a helyzet, mert amit a kriptobányászok meghagynak, azt elszipkázzák a szkalperek a durván megemelkedett költségek dacára is gépfejlesztéssel kacérkodó játékosok orra elől. Az elégtelen mennyiségű alkatrésznek esett áldozatul a Valve féle Steam Deck decemberi rajtja is. A dolgok jelen állása szerint leghamarabb februárban juthatnak hozzá kézi konzolnak álcázott gamer PC-jükhöz a leggyorsabb előrendelők. Igazság szerint már azon sem lepődnénk meg, ha hasonló okokból a Sony 2022-ben sem dobná piacra a PlayStation VR utódját. Attól viszont nem kell tartanunk, hogy szűkösen alakulna a játék kínálat jövőre. Természetesen lesz új FIFA, NBA 2K és Call of Duty, megközelítőleg nullával egyenlő az esélye annak, hogy az évente új epizóddal jelentkező sorozatok bármelyike szünetet tartson. Ennél jóval izgalmasabb viszont, hogy mindhárom konzolgyártó igazi nagyágyukkal készül, és a piac többi szereplője is kicsapott pár aduászt az asztalra. Ráadásul ezek, miként a 2022-es felhozatal zöme, kompromisszumok árán ugyan, de elindulnak régebbi gépeken is. Ha pedig minden kötél szakad, szerencsét próbálhatunk a felhővel. Elvégre úgyis az lesz a jövő. Vagy hát lassan inkább már a jelen. Összesen 3 videóra bontottuk szét 2022 legjobban várt játékainak listáját. Ez az első ilyen anyag tehát, de az elkövetkezendő napokban még 2 másikra is számíthattok. A lista ezekből áll végül össze, és válik teljessé. Csapjunk is bele, jöjjön 2022 legjobban várt címeinek első harmada. Míg a csapat egyik fele a Microsoft Flight Simulator utógondozásával van elfoglalva, addig a másik a 2019-es esztendő egyik legnagyobb meglepetésének, a kiválóan sikerült A Plague Tale Innocence-nek folytatásán ügyködik. Elődjéhez hasonlóan ez is drámai momentumokban gazdag akciókalanda a középkor kegyetlenségeivel szembenézni kénytelen testvérpárral a főszerepben. Lopakodásra kihegyezett játékmenetét fejtörők teszik változatossá, a hátborzongató hangulatról pedig sok-sok patkány gondoskodik. Jövőre mutatják be minden idők egyik legjövedelmezőbb filmje az Avatar folytatását, és bár manapság már nem jellemző, hogy játékadaptáció kíséri a premiért, most mégis ez történik. A Frontiers of Pandora azonban nem az Avatar 2 cselekményét követi, sőt, még a helyszín is Pandora egy másik régiója, ami azt jelenti, hogy a Ubisoft viszonylag szabad kezet kapott a cselekmény szövését illetően. De azért természetesen az őslakosok és az értékes nyersanyagokra utazó erdélyek közti konfliktus áll majd a középpontban. Az EA Motive az alapjaitól építi újjá a kultikus horrorjátékot, hogy még magával ragadóbb és hátborzongatóbb legyen Isaac Clarke űrkalandja, köszönhetően a Battlefield-eket is hajtó Frostbite motor és az új generációs konzolok erejének. A csapat ígérete szerint tiszteletben tartják az eredeti játékot, de igyekeznek azt új szintre emelni, többek közt a dinamikusabb bevilágítással, a 3D audióval és a modern effektekkel, valamint olyan kisebb-nagyobb módosításokkal, amik alapjául a Visceral által elvetett vagy technikai okokból fel nem használt látvány és karaktertervek szolgálnak. Napszaktól függetlenül máshogy viselkedő élőhalottak, harc, parkour, barkácsolás és nyitott világ. Ezekre az alapokra épült a Dying Light első része, amelynek drámai eseményei óta 20 év telt el. Egy új főhős, a zombi vírussal megfertőződött Aiden Caldwell bőrébe bújva fedezhetjük fel a körzetekre osztott, az előzőnél 4-szer nagyobb várost, melynek jövője tetteink és döntéseink függvényében sokféleképpen alakulhat. Hozzájárulhatunk egy-egy közösség felvirágzásához, de akár pusztulást is hozhatunk rájuk. Első pillantásra akár a következő Dark Souls is lehetne, ám miközben a From Software kétségtelenül sok ismerős elemet felhasznált saját korábbi játékaiból, még a Sekiro, Shadows Die Twice-ból is, bőven eleget újított ahhoz a formulán, hogy frissnek hasson az Elden Ring. Elég csak a nyitott világra, a lóhátról vívott harcra vagy a segítségül hívható szellemekre gondolni, és akkor még nem beszéltünk a teljes egészében testre szabható, a játék stílusunknak megfelelően formálható karakterünkről. Fenekestől felfordul a New Yorki Frey Holland élete, amikor egyik pillanatról a másikra Athia varázslatos világában találja magát, és a portál, amin keresztül érkezett, visszavonhatatlanul bezárul.
Miután fogalma sincs, hogyan térhetne haza, igyekszik alkalmazkodni a meglehetősen abszurd helyzethez. Az alkarjára egy öntudattal bíró, beszélni is képes ékszer csavarodott, valamint felfedezi, hogy képes varázsolni, és a helybéliek tőle várják, hogy véget vessen a diktátor Tantaszila uralmának. Miután az Olympus lakóit lemészárolta és a skandináv mitológia isteneivel is tengelyt akasztott, Kratoszra és Atreuszra újabb kimerítő küzdelmek várnak. A 2018-as God of War folytatását már nem Cory Balrog rendezi, de ez nem jelenti azt, hogy aggódnunk kellene a minőség miatt. A főszereplő és Thor gigászi összecsapását ígérő Ragnarök után a sorozat ismét helyszínt és mondavilágot vált, de még nem kötötték a fejlesztők az orrunkra, hogy melyik következik. Mi Egyiptomra tippelünk. Batman halála káoszba taszítja Gotham City-t. 4 korábbi tanítványára marad, hogy a rács mögé juttassák a randalírozó bűnözőket. Batgirl, Nightwing, Red Hood és Robin eddig a saját útjukat járták, ám most kénytelenek összefogni, mivel színre lép egy titokzatos szervezet, a szálakat a háttérből mozgató baglyok bírósága és kiválóan képzett orgyilkosokat küld a nyomukba. A nyitott világú akció szerepjáték története folyamán olyan ismert gonosztevőkkel is találkozunk, mint a Penguin és Mr. Freeze. Még magasabb szintre emelni a Grid franchise-t a Codemasters újdonsült tulajdonosaként az EA. Ennek érdekében 130-nál is több versenyhelyszínt, köztük valódi pályákat, valamint nagyvárosok forgalomtól elzárt utcáit, és több mint 100 verdát, például túrautókat és kamionokat zsúfolnak a Legendsbe. Sőt, mindezt megfejelik még egy élőszereplős filmbetétekből álló story móddal is, amely komoly hangsúlyt fektet a rivalizálásra a pályán és azon kívül, akár csak az ebből fakadó drámai helyzetekre. J.K. Rowling varázsvilága túlmutat Harry Potter könyvekben, filmekben és videójátékokban megénekelt felnövés történetén. A jövője ugyan még nem ismert, de a múltjába már betekinthettünk a legendás állatok széria jóvoltjából. A készülő akciószerepjáték pedig még távolabbi időutazásra invitál. A 19. század végén a Roxford boszorkány és varázslóképző szakiskola ígéretes tehetségnek tartott diákjaként keveredünk izgalmas kalandokba, és közben persze a tanulmányainkról sem szabad megfeledkeznünk. Ahogy a videó elején említettük, ez csak az első adag játék volt a 2022-es összeállításunkból, hamarosan jövünk a folytatással. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!